háromnegyed óra késéssel érkezett meg Orbán Viktor magyar és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök közös sajtónyilatkozatára. A két kormányfő azért találkozott, hogy megvitassák a múlt hétfőn bejelentett magyar-lengyel uniós vétóügyét. A két ország azért vétózta meg az unió következő 7 éves költségvetését és a koronavírus járvány kezelésére létrehozandó mentőcsomagot, mert a tagállamok többsége és az Európai Parlament is jogállamisági kritériumokhoz kötni az uniós támogatások kifizetését. Azóta mindkét kormányt komolyan bírálták az Európai Unió és a többi tagállam vezetői. Ma mindkét miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy joguk és kötelességük vétózni, mert a jogállamisági feltételek elfogadhatatlanok számukra. A két dolgot, a joguralomról szóló politikai vitát és a válságkezelés sürgető gazdasági kérdését nem lehet egymással összekötni. Aki ezt a két kérdést összeköti, az felelőtlen, mert a válság idején gyors gazdasági döntésekre van szükség. Magát a jogállamisági mechanizmus elfogadását a két kormány ugyan nem tudja blokkolni, mert a tagállamok többségének támogatása is elég. Ám a következő 7 éves költségvetést és az uniós mentőcsomagot igen. Ha pedig ezek január 1-én nem lépnek életbe, az bizonytalan pénzügyi helyzetbe sodorhatja az egész Európai Uniót. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tegnap az Európai Parlamentben felszólította a magyar és a lengyel kormányt, hogy vétó helyett forduljanak az Európai Bírósághoz, hiszen ott lehet jogi vitákat rendezni, és ezzel nem károsítják az uniós állampolgárok millióit. Varga Mihály pénzügyminiszter tegnap már arról beszélt, az uniós költségvetés és az újjáépítési alap körüli vita elhúzódása azt is jelentheti, hogy jövőre a kötelező 500 milliárd forintos agrártámogatáson kívül semmilyen uniós forrás nem érkezik Magyarországra. Ez akár 2500 milliárd forintnyi forrás is jelenthet, amitől egy év alatt eleshet Magyarország. Gulyás Gergely miniszter ma már óvatosabban fogalmazott. Ilyen helyzet nem állhat elő több okból sem, hiszen a 21-ig tartó költségvetési időszaknak van egy olyan szabálya, ami további 2 évig a pénzek felhasználását lehetővé teszi, tehát Magyarországnak a 14 és 21 közötti időszakból is több 100 milliárdos támogatása lesz a következő évben. A Híradónk által megkérdezett szakértő szerint bármennyivel kevesebb uniós forrás jön, az minden gazdasági ágazatra hatással lehet, és a kormánytól is komoly döntéseket igényel majd. A nagy beruházások helyett másra kellene költeni a forrásokat. A legfontosabb az lenne, hogy a KKV-k megmaradjanak, a KKV-kban dolgozó embereknek legyen pénzük, a KKV tulajdonosoknak legyen pénzük. A magyar és a lengyel kormány, valamint a többi tagállam közötti vita a következő 2 hét múlva esedékes uniós csúcson folytatódhat.